Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a képipari előadó termében. Hát nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetünk, és újra sor kerülhet egy tudomány és matematika népszerűsítő előadásra. Annak meg külön örülök, hogy nem csak jelenlegi gépiparisok vannak itt, hanem korábban itt érettségizettek is. Hát azt hiszem, az első dolog az lenne, hogy megindoklom a téma és a cím választását. Sapere aude. Ez a latin mondat, ez a felvilágosodás jelmondata lett, és sokféle fordítása ismert neki. Leggyakrabban azt szoktuk mondani, hogy azt jelenti ez a mondat, hogy merj tudni. A felvilágosodás időszaka egy nagyon meghatározó korszak volt, mind a tudományok, mind pedig a világ történetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemli ez az időszak, és megérdemlik azok a tudósok is, akik ekkor alkottak, hogy beszéljünk róluk egy picikét. Annál is inkább, mert azt mindenki tudja, hogy a felvilágosodás az nagyjából a 17. század végétől indult, és elsődlegesen Angliához kötjük, hogy ott kezdődött ez az egész folyamat, de igazából ez kiteljesedni Franciaországban tudott, és a 19. század első éveiben ért véget. És még az előtte lévő korokban, korszakokban inkább a sötétség, a babonák voltak a meghatározó pontok, addig ebben az évszázadban az ész, az értelem, a tudás, a megismerés, a tanulás, a logikus és kritikus gondolkodás volt központban. És azt gondolom, hogy manapság erről beszélni fontos. A Sapere aude mondatról már tettem említést, ami végeredményben ennek az előadásnak a címe lett, és ez a mondat, vagy ez az idézet, ez Immanuel Kant egyik írásából származik, amiben most olvasnék is egy részletet. A felvilágosodás az ember kilépése önhibájából fakad kiskorúságából. A kiskorúság pedig nem más, mint annak a képességnek a hiánya, hogy az ember saját értelmét idegen értelem vezetése nélkül használni tudja. Ez a kiskorúság saját hibánkból ered, ha oka nem az értelem, hanem az elhatározás és a bátorság hiánya. Ezért a felvilágosodás jelmondata, Sapere aude, azaz, legyen bátorságod a megismeréshez, vagyis értelmed használatához, merj gondolkodni. Azt mondtam, hogy Immanuel Kanttól származik ez a mondat, de igazából nem tőle származik, hanem Horáciustól, az ókori római költőtől, és egyáltalán nem véletlen, hogy ő itt most előkerült, ugyanis a felvilágosodás művészei, tudósai igen nagy tisztelettel voltak az ókori görög és római eredmények iránt, és Horácius is példakép volt nekik. Egyébként a Carpe Diem és a Memento Mori, ezek ismertek lehetnek, ezek is Horáciustól származnak. Ebben az időszakban a filozófusok két irányt jelöltek ki az emberiség számára. Az egyik az az empirizmus volt, ezt inkább Angliához kötjük, és ez a tapasztalatról szól, arról, hogy megpróbálja az ember megismerni a világot. A másik pedig a racionalizmus, ami pedig Franciaországhoz köthető, itt pedig ténylegesen az ész és az értelem volt a központi tényező. Nem véletlen egyébként az, hogy ezt az évszázadot, itt franciásan van egyébként írva a dolog, a fény, az ész és a filozófusok évszázadának is hívják. Egyébként egész Európában elterjedt, mi sem maradtunk ki ebből, és Európát elhagyva végül az egyik legtermékenyebb területe neki az új világban volt, hiszen az Amerikai Egyesült Államok létrejötte, az végeredményben ezeknek az eszméknek volt köszönhető. Itt láttok filozófusokat megemlítve, akikről hallhattatok már, vannak közöttük franciák, angolok, közöttük olyan is lesz, akiről később majd beszélni fogunk, mindenképpen nagy tudású és művelt férfiúk voltak ők. Nézzük, hogy hogyan jutottunk el ide. Mi történt a világban addig,
míg ez a folyamat az elkezdődhetett. És itt mindenképpen a természettudományokról kell beszélnünk. Komoly változások történtek a fizikában, a csillagászatban, ezekről hallhattatok is korábban már. Nagyon komoly tudósok alakították át a világról alkotott képet, ami addig teljesen másképpen volt elképzelve, mint ahogy azt ők gondolták. És bizony nagyon komoly új matematikai eredmények is születtek, és itt látjátok őket felsorolva, megint csak több név ismerős lett, és többen később is elő fognak majd kerülni. Forradalmasították ezek a gondolatok a természettudományokat, és ez egy óriási lendületet adott a fejlődésüknek. Két gondolkodó, két kiváló tudós megérdemli az előfutárok közül, hogy külön is beszéljünk róluk. Az egyik Descartes, a másik pedig Newton. Egy francia és egy angol. Descartes-tól a legtöbben talán ezt a mondást ismerik, gondolkodom, tehát vagyok, cogito ergo sum. De azért említsük meg azt is, hogy őneki volt egy remek tanulmánya, egy remek írása, az Értekezés a módszerről című, amelyben végeredményben a természettudományok megismerésének módszerét tárgyalta, racionálisan és teljesen észszerűen. Nem véletlenül alakult ki ez a filozófiai irányzat, amelynek a legjelentősebb képviselőjeként Descartes-ot említjük. A másik kiváló tudós pedig Newton, akiről megint csak sokat hallottunk. Nagyon érdekes személyiség volt, megérdemelne akár egy külön előadás sorozatot is ő. A fizikai és matematikai munkássága az elévülhetetlen. A kísérletei révén, amit a fénytan és a mozgásokkal kapcsolatosan végzett, vezetett be olyan módszereket, amelyek óriási lökést adtak a matematika fejlődésének is. Nem véletlenül kötjük hozzá egyébként a differenciális integrál számítást, bár majd egy másik urat is meg kell említenünk ennek a területnek a kapcsán, mert tényleg olyan módszereket dolgozott ki a fizikai kutatásainak köszönhetően, amelyek ma már gyakorlatilag a matematikában nélkülözhetetlenek. Ha már szerepelt egy idézett Descartes-nál is, akkor szerepeljen egy Newton esetében is, ami egyébként nem az ő mondása, hanem Alexander Pope, aki Newton sír feliratának szánta ezt az idézetet, és azt gondolom, hogy mindent elárul ez a mondat arról, hogy miért is nevezzük mi ezt a fény évszázadának, és hát ugye Newton fénytani kutatásai ezt meg is alapozzák mindenképpen. Na, de akkor jöjjenek a franciák. Azt már említettük itt az elején, hogy nagyon komoly változás történt Franciaországban a tudományos életben, és ennek egyik szimbóluma a nagy francia enciklopédia, amelyről szerintem nagyon sokan hallottatok már. Ennek egyébként volt eredetije Angliában is, de általában ezt szoktuk mi említeni példaként, ugyanis azt gondolták a francia tudósok, hogy érdemes lenne egy olyan kötet sorozatot összeállítani, amelyben a tudományokat, a művészeteket és a különböző mesterségeket tárgyalják részletesen, precízen. Éppen ezért ők összeültek, nagyon gyakran kávéházakban, és elkezdtek ötletelni azon, hogy az egyes szó cikkek, azok hogyan legyenek definiálva, hogyan legyenek értelmezve. És ehhez készítettek ábrákat, táblázatokat, külön függelékben hozták ezeket nyilvánosságra, és a végén gyakorlatilag 28 kötetben foglalták össze a kor addigi legfontosabb ismereteit. Azt mondanom sem kell, hogy ez nem mindenkinek tetszett. Üldözték őket egyszer-kétszer. Olyan is előfordult, hogy megpróbálták ezeket a könyveket bezúzni, vagy elégetni. De szerencsére mindig volt valaki, akár az arisztokrácia részéről, akár a nemesség részéről, akár a jószándékú tudósok részéről, akik elmentettek egy-egy példán, úgyhogy szerencsére ezek fennmaradtak. Itt láthatjátok egyébként, hogy a szerkesztők közül kik a legismertebbek. Diderot képe van ide kirakva, ő volt gyakorlatilag az egésznek a főszerkesztője, ő fogta össze ezt a történetet, de itt a népsorban szerepel például D'Alembert is, akiről nem sokára fogunk majd beszélni, illetve ismerős lehet Voltaire meg Rousseau neve is az irodalmi tanulmányaitokból. D'Alembert írta egyébként az enciklopédiának az előszavát, és ebben nagy tisztelettel beszélt az elődökről, Descartesről, Baconről és Newtonról is, és gyakorlatilag felvezette ezt az egész folyamatot, amelyben a
logikus és kritikus gondolkodás kapott főszerepet. De azért a tudományos élet az nem csak az enciklopédia összeállításáról szólt, nagyon sok minden más is történt ekkor Franciaországban, de más országokra is igaz ez. Létrejöttek tudományos akadémiák, egyetemeket alapítottak, és ebben egyébként, ezt mindenképpen el kell mondani, a francia arisztokrácia komoly szerepet vállalt, tehát a Lajosok 13-tól 16-ig, illetőleg hát az egyikőjük, vagy hát kettő esetében Richelieu bíboros nevét is szoktuk emlegetni, hogy például komoly mecénásai voltak a művészeteknek és a tudományoknak, tehát igen nagy szerepük volt abban, hogy létrejöhettek ilyen felsőoktatási intézmények és tudományos akadémiák. Az École Polytechnique van megemlítve, ez többször elő fog egyébként kerülni majd a diasorozatban, nagyon sok matematikus tanult ott. Ez körülbelül olyan, mint nálunk ma a Műszaki Egyetem Budapesten. Ez egy kifejezetten természettudományos képzésekre létrehozott felsőoktatási intézmény volt. Egészen a felvilágosodás koráig nem volt jellemző az, hogy lettek volna tudományos folyóiratok, amikről egyébként manapság hallhattok. Akkoriban a tudósok az eredményeiket levelezés útján jutották el egymáshoz, tehát ha valakinek lett valamilyen ötlete, valamilyen tételt sikerült bebizonyítani, azt leírta, elküldte egy tudostársának, és itt szépen szétterjesztették Európában az információkat. Marin Mersenne, nem sokára egy picit őróla is fogunk beszélni, ő például kifejezetten erről volt híres, hogy ő összegyűjtötte ezeket az információkat, tehát gyakorlatilag mindenki elküldte neki az eredményeit, ő pedig terjesztette szét Európában. A legjobban egy német tudós fogalmazta meg a tudományos élet ilyen összetevőinek az eredményét, méghozzá azt, hogy igenis fontosnak tartották ezek a tudósok, hogy az eredményeket átörökítsék az utókor, hogy ezenek ne vesszenek el. Legyen ennek dokumentáció, és a későbbi korok tudjanak majd ezekkel mit kezdeni. És akkor jöjjenek a matematikusok, hiszen ez az egész most őrájukon kívülezve. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy négy területre lesz az egész szétosztva, tehát az algebra, az analízis, a geometria és a valószínűség számítás három-három kiváló francia tudósát választottam ki, nagyon sokakat ki lehetett volna egyébként választani még, és az is igaz, hogy átfedés is van, tehát lehet, hogy valaki az algebrai blokknál fog szerepelni, de ugyanúgy zseni volt mondjuk az analízis területén is, ez most egy kicsit ilyen önkényes választás volt, de azt gondolom, hogy ez ebben a helyzetben elmegy. És gyakorlatilag mindegyikükről elmondható az, hogy tanult emberek voltak, vagy hát legalábbis próbálkoztak felsőoktatási tanulmányokkal, nem mindenkinek volt egyébként ez engedve. Aztán nagyon sokan később tanárok lettek, akár középiskolában, akár katonaiskolában, akár a felsőoktatásban. Aztán kutattak, voltak eredményeik, egymással megosztották, együttműködtek. Nagyon sokan közéleti szerepet is vállaltak, ezt is látni fogjuk majd egyébként többeknél. És hát sokuknak az élete is kicsikét kalandosra sikeredett. És azt is azért el kell mondanom, hogy kerülhettek volna ide olyan francia tudósok is, akiket ismertek, de nem a matematikából. Például Ampère. Ő matematikával is foglalkozott, de őt inkább a fizikához kötjük, szintén egy jelentős tudós volt. Vagy Lavoisier, akit kémiából ismerhettek, hiszen nagyon komoly eredményei voltak neki, és az ő élete is kalandosra sikeredett a végén, ugyanis a francia forradalom áldozata lett, végül is lefejezték, és pont Lagrange, akiről később beszélni fogunk, mondta azt, hogy ez egy óriási hiba volt, mert pillanatok alatt el lehet választani valakinek a fejét a testétől, de egy ilyen tudós embert pótolni gyakorlatilag lehetetlen. Úgy gondoltam, hogy minden egyes terület tárgyalása előtt végigbeszélnék nagyon röviden, hogy hova jutottak el a felvilágosodás kora előtt tudósok azon a területen, milyen eredmények voltak, és ebből hogyan tudtak építkezni a francia matematikusok. Kezdjük akkor az algebrával, és ugye az algebra mellett mindig a számelméletet is meg szoktuk említeni. Hát igazából ez nagyon sokáig abból állt, hogy az emberek számoltak.
Óriási lépés volt, amikor a római számírást felváltotta ez az arab hindu helyi értékes számírás, mert megkönnyítette a számolást az aritmetikai műveleteknek az elvégzését. Aztán az egyenletek megoldhatóságának a kérdése egy nagyon fontos probléma volt, különösen a reneszánsz kor elején, amikor itáliai számolómesterek egymást kihívták versenyre. Egyenletek megoldása volt egyébként a feladat, és ezért komoly pénzjutalmakat adtak, úgyhogy verseny folyt azért, hogy kitalál majd meg egy olyan megoldó képletet, amely minden egyenlet megoldására működni fog majd. Aztán voltak számelméleti eredmények is, egy nagyon nevezetes Fermához köthető a Fermat sejtés, amiről majd megint fogok egy kicsivel később beszélni. Végeredményben egy eléggé speciális szerkezetű egyenlet bizonyos esetekben való megoldhatatlanságáról szól, és ez egy olyan sejtés volt, amelynek a bizonyítására 1994-ben kerülhetett csak sor. Wiét ismerős lehet a másodfokú egyenletek kapcsán, a Wiét formulák kapcsán. Mersennről az előbb már említést tettem, ő volt az, aki tényleg összegyűjtötte az addig információkat, és hát ugye Fermat pedig itt kerül elő, de őt akár az analízisnél is említhettük volna. És akkor jön az első, a francia matematikus, a felvilágosodás, korából Étienne Bézout. Mint látjátok, az ő tudományos munkássága is eléggé lefektető azokkal, amit általánosságban mondtunk. Én itt most két dolog miatt emelném ki. Az egyik egy egyenletek gyökeinek ellenőrzésével kapcsolatos mód, az úgynevezett Bézout-tétel, így is tanulják azok, akik felső matematikával találkoznak. Végeredményben arról van szó, hogy hogyan lehet eldönteni egy számról, hogy megoldása egy egyenletnek vagy sem. És itt egy példát is látok, az x négyzet plusz 6x plusz 8 egyenlet, vagy inkább úgy mondom másodfokú függvény vagy polinom kapcsán, hogy ő neki biztosan megoldása lesz a 2, mert az x minusz 2 polinom az osztója ő neki. De egyébként egy másik tétel kapcsán is érdekes az ő munkásság, ugyanis igazolni tudta, hogy ha van két görbe, alakzat a koordinátarendszerben, ez lehet két függvény grafikon, és ezeknek a meccéspontjait vizsgálod, ha nincs végtelen sok meccéspont, akkor maximum annyi meccéspontja lehet annak a két görbének, amennyi a két görbe fogszámának a szorzata. Az egyszerűség kedvéért legyen egy egyenes adott, az egyenső fokú cucc, meg legyen egy parabola adott a koordinátarendszerben, az meg egy másodfokú kifejezés, az egyenes fokszáma, neki megfelelő polinom fokszáma 1, a parabola, a másodfokú, neki a fokszáma 2, egynek és kettőnek a szorzata 2, éppen ezért maximum 2 meccéspontja lehet egy egyenesnek és egy parabolának, és ez valóban így van, azért ezt azért szerintem mindenki látja most maga előtt. Jöjjön Legendre. Külön hálásak vagyunk egyébként ezeknek az uraknak, mert olyan nevük van, amit gyakorlatilag lehetetlen tisztességesen kimondani. Szóval Legendre lesz a következő, aki tanár is volt, tankönyveket is írt, és a számelmélettel kapcsolatos munkája az egy korszakalkotó munka volt. Ennek két verzió is van. Van egy egyszerűbb, aztán később ez bővítette, és egy komolyabb munkát is összeállított. Ezt nagyon sokáig használták tankönyvként is, Franciaországban, aztán később máshol is. Őneki a számelméleti munkássága a legjelentősebb. Ilyen maradékos osztásokkal kapcsolatosan voltak neki vizsgálódásai, és egy úgynevezett Legendre szimbólumot kötünk hozzá, amely ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos, de ilyen más jellegű kutatásai is voltak. Itt van például az a legkisebb négyzetek módszere, amit megemlítünk, ez egy közelítő eljárás lehetne, nagyon leegyszerűsítve. Ezt végül is a gyakorlat hívta életre, mert ő fölméréssel is foglalkozott, geodéziával is foglalkozott, és éppen ezért egy ilyen eredmény, azt gondolom, hogy mindenképpen dicséretes. Nem volt egy egyszerű figura ő sem, a francia forradalom alatt többször került konfliktusba, de aztán valahogy mindig kivágta magát, úgyhogy szerencsére viszonylag hosszú életig volt ő. És jöjjön egy hölgy is, Sophie Germain.
Érdekes egyébként a hölgyek szerepe ebben az időszakban, ugyanis nem volt nekik akkor sem egyszerű az életük. Ugyanis bármennyire is szeretett volna ő tovább tanulni, és bármennyire is szeretett volna tudományokkal foglalkozni, és bármennyire is megvolt a lehetősége ennek, hiszen a szülei házában komoly könyvtár volt és tanulhatott, és ő itt találkozott egyébként a korábbi korok matematikusaival, meg fizikusaival, például Newton munkáival. Nem nézték jó szemmel, hogy ő tovább szeretett volna tanulni. És azt sem nézték jó szemmel, hogy ő szeretett volna kutatni, és matematikával, fizikával, természettudományokkal foglalkozni. Éppen ezért álnéven kellett neki ezt megtennie, független attól, hogy a kor legnagyobb matematikusait látjátok is, Gauss, Lagrange, meg Legendre nevét, ők szóba álltak vele, és keresték a kapcsolatot vele, a szakmai kapcsolatot, hogy legyenek komolyabb eredmények, de gyakran ütközött ő falakba. És említést a Fermat sejtésről már tettem, és azt is mondtam, hogy ugye majdnem 300 évet kellett várni azért, hogy ezt a sejtést bizonyítsák. Őnek nagyon komoly részeredményei voltak abban, hogy ez végül is igaz, hogy pár száz évvel később, de mégiscsak bizonyításra került. Egyébként ez a Fermat sejtés, itt zárójelben meg is van említve, ennek az egyenletnek az egész számok halmazandó megoldhatóságáról szól. Ennek egy nagyon speciális esete a Pitagorasz szám 3-asok esete, amit megint csak ismerhettek, ugye ott az egész értékekről beszélve, az még működik. De 3-as kitevővel ez a dolog már nem működne, meg 3-nál nagyobb kitevő esetében sem. Jöjjön az analízis, és itt is beszéljünk egy picit az előnfutárokról. Akár már az ókorból is találhatunk végtelennel kapcsolatos problémákat, elsődlegesen paradoxonokat. Achilleusz és a teknős történetét lehet, hogy többen ismerik is. Ez végeredményben egy végtelennel kapcsolatos probléma tud lenni, hogyha komoly analízisbeli információkat szeretnénk igénybe venni, akkor végeredményben egy végtelen értelmi sor összeképletét kellene megadni, ami akkor még nem volt így rendetéve, de valamilyen módon mégiscsak előkerült a végtelen. Archimédesz is foglalkozott vele, és ez részben hozzájárult az ő fizikai eredményeihez is, és a középkorban pedig két kiváló olasz tudós, Torricelli és Cavalieri voltak azok, akik testeknek a térfogatát úgy próbálták meghatározni, hogy végtelen sok részre osztották fel, és ennek kapcsán született egyébként még egy tétel is. Pascal sorozatok határértékét kereste. Newtonról meg már tettem említést, hogy a fluxió, úgynevezett fluxió elméletének köszönhetően a differenciális integrál számítás megalapozása megtörtént. Vele párhuzamosan egyébként Németországban ezt megtette Leibniz is, és kettejük között ki is alakult egy vita, hogy most akkor ki volt az első, aki ezt létrehozta. Az utókor úgy döntött, hogy nem hoz döntést, és a integrál számítás egyik legjelentősebb tételét éppen ezért Newton-Leibniz tételnek hívják, és így akkor ebben utólag egyikük sem tud belekötni. Aki pedig felső matematikával találkozott már, hogy neki a L'Hôpital szabály is ismerős lehet, L'Hôpitalt is itt kell megemlíteni, ő is az előfutárok közé tartozik. És akkor jöjjön 3 tudós az analízis témaköréből. Elsőként D'Alembert, akiről már tettünk említést az enciklopédia kapcsán, hiszen az egyik szerkesztője volt, sőt a fizikai és a matematikai részért ő felelt. Ő szinte gyakorlatilag csak analízissel foglalkozott, görbékhez húzott érintők meg szellők helyzetével, ez végeredményben a differenciális és az integrál számításhoz adott pluszt, és a végtelen sorokkal kapcsolatos úgynevezett hányados kritériumot is hozzátett. Egyébként egy nagyon népszerű figura volt életében, a párizsi szalonok nagyon kedvelt alakja volt, nagyon udvarias, intelligens, egy úriember kaliberű valaki volt, egy szépséghibája viszont volt az ő életének, és ez a halálában jelent meg, vagy hát nem is akkor, hanem utána, ugyanis tömegsírba temették, úgyhogy ő neki az élete sem volt egyszerű, mert talált gyermek volt, és egy templom lépcsőjén tukkantak rá, de aztán annyira nem tudott mit kezdeni az egyházzal, hogy nem volt hívő,
és éppen ezért temetőkor nyúlszik, tömegsírva temették, után meghalt. Következő Lagrange, talán ő a legnagyobb a matematikusok közül, a legeredményesebb és a legtöbbet emlegetett tudós, és a legnagyobb elismerés az gyakorlatilag tényleg ő kapta, és az utókor is így emlékezik rá. Őneki megint sok területhez volt köze. Itt a Lagrange-féle középérték tétel lehet esetleg ismerős azoknak, akik már tanultak analízist, felső matematikát, de Lagrange polinomtól elkezdve nagyon sok minden köthető az ő nevéhez, ami nem az analízis területéből származik, úgy egyébként. Olasz-francia származású volt, és annyira eredményes volt, hogy sok helyre hívták őt. Itt látjátok egyébként, hogy Nagy Frigyes is meghívta Berlinbe, aztán később 16. Lajos visszahívta Párizsba, és ott tevékenykedett, meg hát részt vett a mértékrendszer átalakításában. Ez is egyébként ennek a kornak az eredménye. Tehát az, hogy a világ nagyon sok helyén, legtöbb helyén, méter van, kilogramm van, tehát ezeket a mértékegységeket használjuk, ez ennek az időszaknak köszönhető, ugyanis ezek a tudósok ültek össze, és ők döntötték el, hogy mi számítson van egy méternek, egy kilogramnak, és így tovább, és ennek a bizottságnak a munkájában ő is részt vett. Amikor meghalt, akkor Napóleon azt mondta róla, hogy a matematika Keops piramisa, és én azt gondolom, hogy ez egy komoly elismerés, és Lagrange nevét azért nem rossz megjegyezni. És akkor jöjjön egy diákok számára rettegett matematikus Fourier, akik találkoznak majd később az életük során Fourier sorokkal, ők gyakran fogják majd őt emlegetni, hogy miért ez kellett neki megszületnie. De igazság szerint az eredményessége az mindenképpen fontos, meg az egyetlen legolyan bonyolult dolog ám 3-4 alkalom után. Szóval az analízis az sokat köszönhet neki. Egyébként az ő élete is nagyon érdekes. Tehát tényleg azt gondolta, hogy a tudományokat, így a matematikát is, az jó célra kell fordítani, és lehetőség szerint az államnak, a társadalomnak profitálni kell belőle. És ő például kutatás mellett nagyon szívesen tanított is, meg bekapcsolódott különböző közéleti tevékenységekbe is. Itt látható, hogy az üvegházhatás felfedezése is igazából hozzá köthető. Csak aztán önnek is voltak kellemetlenebb lépései, amit akkoriban viszonylag gyorsan változó hatalom nem feltétlenül tudott tolerálni. Úgyhogy élete végén inkább kicsit visszahúzódott, és ténylegesen a tudományos munkájával foglalkozott. Egyébként ezek a Fourier sorok, ezek ilyen trigonometrikus szögfüggvényeket tartalmazó sorok, tehát nem egy bonyolult dolog, de azért okozhat nehézséget. Igazából más természeti, akár fizikai jelenségek modellezésére szolgáló differenciál egyenletek is használják őket. Jön a geometria. Itt is először nézzük át, hogy hol tartottunk a 18. század elején, hogyan alakult a geometria. A klasszikus görög eredményekről mindenki tud, hiszen a Pitagorasz Thales tételt azt mi is használjuk. Euklideszt is meg szoktuk említeni, aki időszámításunk előtt 300 környékén. Már összefoglalta azokat az ismereteket, amiket gyakorlatilag ti is tanultok itt a közoktatásban. Aztán a trigonometria is nagyon szépen fejlődött, amit elsődlegesen a csillagászat hívott életre, különböző nagy távolságok és szögek meghatározása miatt, és történt egy komoly változás a geometria vizsgálataiban, amely a reneszánsz festészetnek volt köszönhető, és itt a középső képen látható Piero della Francesca festőművész, aki a perspektívikus ábrázolás egyik úttörője volt, amelynek köszönhetően alakult át egy picikét a geometria, és a klasszikus euklideszi geometria mellett megjelent az úgynevezett projektív geometria is, amiről később megint fogunk majd egy picikét beszélni. És Descartes-ot ma már említettük, geometriánál szintén meg kell említenünk őt, hiszen az a koordináta geometria, analitikus geometria is
az elnevezése neki, az igazából hozzá köthető a nála korábban már említett értekezés a módszerről című írásának a függeléke, az geometriai jófejtéseket tartalmaz, és ezt az egész koordináta rendszeres dolgot ő ott letette fel, ott értelmezte és ott bontotta ki. És akkor jönnek a francia tudósok, elsőként Caspar Monge, az ábrázoló geometria, hát legfontosabb alakja talán, akinek az élete megint csak nagyon érdekes és kalandos. Kicsit bolond gyerek volt, térképeket készített már kisgyerekként is, aztán arra, hogy azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy amikor egy erődöt terveztek, és megkérdezték a tudósokat, hogy hova helyezzenek el ágyukat az erődben, akkor ő mindenféle számítás nélkül, hát aritmetikai számítások nélkül, a geometriát segítségül hívva tervezte meg, hogy hova érdemes azokat az ágyukat elhelyezni, és egészen odáig inkább csak ilyen számítások segítségével próbálták megnevezni a döntést. Ő is részt vett a mértékrendszer kialakításában, hát nyilván ugye az ő esetében ezek a mérések miatt a hosszadatok voltak az érdekesek, és komoly közéleti szerepet is vállalt. Például Napóleon nagyon sokban hagyatkozott ő rá, az egyiptomi útjára is elkísérte Monge, és később a kairói egyiptomi intézet létrehozásában is nagyon komoly szerepet vállalt. Sőt, még az is igaz, hogy a párizsi Louvre-ban található festmények egy jelentős részét Monge válogatta ki, és azért kerültek be ebbe a képtárba. Aztán kegyvesztett lett ő is, mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, úgyhogy élete végén, hát ugye nem sok volt már utána neki Napóleon munkása után, akkor már tényleg visszavonultan a matematikával foglalkozott. A következő úr Brianchon lesz, őről nem találtam képet, úgyhogy legalábbis én az képet, úgyhogy ilyen geometriai alakzatokkal lesz illusztrálva az ő munkássága. A projektív geometria egyik nevezetes tétele fűződik hozzá, és a projektív geometria annyit mindenképpen tudni kell, hogy eléggé nagyban épít az úgynevezett Q szeletekre. Ha egy kúbot, kettős kúbot kellene venni igazából, mi egy síkkal elvetszünk, akkor nagyon nevezetes alakzatok születnek, például keletkezhet kör, meg így keletkezik az ellipszis is. Az általatok ismert parabola, meg talán az általatok ismert hiperbola is egy ilyen kúszeletnek számít, és a projektív geometria legfontosabb alapozó tételei ezekkel a kúszeletekkel kapcsolatosak, és Brianchon nevéhez is kötünk egyet. Itt látjátok az első ábrát, végeredményben arról van szó, hogy ha találsz egy kúszeletet és egy olyan hatszöget, amelynek mind a hat oldala érinti ezt a kúbszeletet, akkor a megfelelő csúcsok összekötésével, az átfog berajzolásával biztosan mondhatod, hogy ez a három egyenes egy ponton fog majd átmenni, ez lett egyébként a Brianchon. Aztán még szoktunk beszélni tételek megfordításáról, meg kell említeni azt, hogy a tételeknek duálisa is létezik, és ez a projektív geometriában kifejezetten lényeges, amikor pontokat egyenesekre cserélünk, és egyeneseket pontokra cserélünk, és a Brianchon tétel esetében is működik ez, amikor nem a kubszelet köré írjuk azt a hatszöget, hanem a kubszeleten veszünk fel hat pontot, és így kötögetjük össze ezeket, és akkor nem egy pont fog keletkezni, hanem egy egyenes, amely átfog a megfelelő meccéspontokon. És a Desargues tétel is meg lett említve, ez kicsikét korábbi, de mégiscsak a projektív geometria egyik legfontosabb tétele, amikor meg perspektív háromszögekből, alakzatokról beszélhetünk, pontra nézve, meg egyenesre nézve lehetnek ezek perspektívek. Itt azt láthatjátok a két háromszög esetében, hogy a megfelelő csúcsokat összekötve az egyenesek egy ponton fognak átmenni, illetve a megfelelő oldalak egyenesének a meccéspontjai egy egyenesre fognak illeszkedni, és ez a reneszánsz festészetben, ez a perspektívikus ábrázolás, ez végeredményben ezeket a tételeket eredményezte. És jöjjön egy ilyen kicsit kakukktojás matematikus Dandelin, aki francia is volt, aztán később belga is, meg holland is. Igazából a egyéb tudományos tevékenysége mellett, mert ő is tanított, meg bányamérnökök képzésében is, stb.
Az ő esetében megint csak a kulcsszerepeket kell elővennünk, és két nagyon, nagyon nevezetes alakzat típus, a Dandolin gömböket kell megemlíteni, ugyanis ő volt az, aki ilyen speciális alakzatokat, testeket helyezett el a kúban, és így tudta igazolni azt, hogy végeredményben, hogyha mi elmetszünk egy síkkal egy kúpot, akkor tényleg kör, vagy ellipszis, vagy parabola, vagy hiperbola fog keletkezni, és ezt ő úgy tudta igazolni, hogy elhelyezte ezeket a gömböket úgy, hogy érintsék a síkot is, meg érintsék belülről a kúp felületét is, és tudta igazolni, hogy ezek az érintési pontok, a sík és a gömbök érintési pontjai, ezek lesznek majd a megfelelő fókuszpontok az ellipszisnél, a parabolánál és a hiperbolánál. Jöjjön a valószínűségszámítás, sokunk kedvenc témaköre. Igazság szerint a komoly fejlődés ebben az időszakban indult, bár voltak előzetesen is eredmények. Például vizsgálták különböző játékoknál, akár szerencsejátékoknál is, hogy milyen arányban kell a nyereményt szétosztani a játékosok között, és itt már Luca Pacioli esetében ez meg is történt, aztán később Cardano, akit inkább az algebrához kötünk, írt külön könyvet a szerencsejátékok elméletéről, ahol végeredményben ezek a kérdések már előkerültek. És hát a valószínűség számítás alap problémájaként Chevalier Mer lovag nevezetes játékát, kockajátékát szoktuk megemlíteni, mert ő egy szenvedélyes szerencsejátékos volt, és két kockajáték közül választhatott, és nagyon kíváncsi volt arra, hogy melyiket játszolja ahhoz, hogy nagyobb valószínűséggel, nagyobb biztonsággal mondhassa majd azt, hogy nyerni fog, és meg is kereste ezzel a problémával Pascalt, aki a Fermával való levelezése nyomán végeredményben ezt végig gondolta, és megmondta, hogy melyik játék esetében lesz majd előnyösebb a helyzet. Nyilván azért az élet ez nem ennyire egyszerű, tehát a valószínűség számítás nem feltétlenül mondja meg, hogy mi fog történni, de a lehetőségetől mégiscsak számot adok. Az első felvilágosodás kori matematikus, akit a valószínűség számítás kapcsán kellene megemlítenünk, hogy Buffon grófja lesz, aki egy igazi arisztokrata volt, de ezt a minőségét ő arra használta, hogy támogassa a tudományokat. És ő maga is kutatott. Érdekelte a matematika mellett a fizika, a botanika, a biológia, a földre, az nagyon sok mindennel foglalkozott ő szívesen. Szeretett utazni, fordított tanulmányokat francia nyelvre, hogy minél többen megérthessék, és minél többen, mert ez eljutóson ez. És a geometriai valószínűség fogalmát ő vezette be egy nagyon egyszerű problémával. Képzeljétek el egy papírlapot, most reprezentálja a végtelen síkot, amin párhuzamosan veszünk fel egyeneseket. És van egy tű, és erre a végtelen papírlapra, erre a síkra mi rádobáljuk ezt a tűt, nagyon sokszor, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora a valószínűség annak, hogy ez a tű el fogja majd metszeni valamelyik egyenest. És erre Buffon megtalálta a képletet, itt látjátok egyébként, hogy igazából ez a valószínűség érték az egyenesek távolságától, meg a tű hosszától függ majd, és ami érdekes, hogy azért mi azt szoktuk meg a valószínűség értékek megadásánál, hogy két, hát természetes számot elosztunk egymással, és az eredmény akkor egy racionális érték lesz. Ezzel szemben a tű probléma esetében ez a valószínűségi érték, ez a pi-től is függeni fog, amiről viszont tudjuk, hogy irracionális érték. És akkoriban, mivel nem voltak meg számológépek, meg ilyenek, ezért a pi közelítő értékének a megadása, amiről ti tudjátok, 2000-esére kerekítve 3-14, ez egy nagyon bonyolult dolog tudott lenni, és azzal, hogy ez a tű probléma felmerült, és ez a valószínűségi érték ezzel a képlettel megadhatóvá vált, ezzel végeredményben a pi közelítő értéke is megadhatóvá vált, mert fordítottan gondolkodva, ezt a kísérletet nagyon sokszor elvégezve, végül is azt mondhatjuk, hogy minél többször végezzük el, annál pontosabb közelítő értéket fogunk kapni majd a pi-re. Egyébként Buffon volt az, aki az akadémiai székfoglalójában, mert a Prézsdagyon a Francia Akadémiának, mondta azt, hogy a stílus maga az ember, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon megfontolandó jó tanács. Jöjjön Laplace! Aki szintén legendás figurája a matematikának, gyakorlatilag őt is megemlíthetnénk az analízis, az algebra területén is, de a valószínűség számításon azért került, mert végeredményben ő volt az első,
aki a valószínűség számítás tankönyvét és felépítését megcsinálta, megírta, és hát gyakorlatilag ezt az egészet mindenkihezben hozzáköthetjük. Függetlenül attól, hogy voltak egyéb eredményei is fizikában, meg más területeken is, differenciál egyenletek megoldásában, tehát az analízisen is köthető, és ugye az égi mechanikát tekintette ő maga a főművének, ami viszont egy fizikai jelenlő dolog. Érdekes figurája volt ő is a közéletnek, ő nagyon gyorsan tudott váltani republikánusból, simán lett utána arisztokratán, szóval bármit lehet ott csinálni, szóval érdekes figurája volt ő is az akkori kornak, de hát ez végeredményben valamilyen módon szemléltek ilyen viszonyokat. És akkor Poisson legyen az utolsó, akit megemlítünk. Hát akik hallottak már binomiális, esetleg hipergeometrikus eloszlásról, ők ezt kicsit könnyebben fogják emészteni. Poisson statisztikával is foglalkozott, és neki van egy képlete, amely nevezetes diszkrét eloszlás vezet. De gyakorlatilag ez mondom hasonló kicsit a binomiális meg a hipergeometrikus eloszláshoz. Ez statisztikai adatok esetében válnak kifejezetten érdekesség, és ilyen görbéket eredményezhet a megfelelő paraméter választása. És akkor nézzük nagyon röviden, hogyan alakult mindez később. Mert a franciák nem álltak le. A következő 150 évben, meg hát napjainkban is nagyon sokan kutatnak és dolgoznak, és ezekre a felvilágosodáskori eredményekre büszkék, és ezeket fel is használják. Megint csak a teljesség igénye nélkül szerepel itt nagyon sok, és azt gondolom, hogy megérdemli, hogy ők is felkerüljenek legalább egy diára, hiszen mindegyikről számtalan érdekesség lenne elmondható, ami már azért egy kicsit nehezebben lenne nézhető. De azért Franciaország büszke ezekre a tudósaira. És az Eiffel-torony úgy lett megépítve, hogy ha körbejárjuk az északnyugati résztől az északkeleti részig, akkor 72 kiváló francia tudós nevével találkozhatunk, és ezeknek a matematikusoknak a neve is ott van, hiszen a francia nemzet nagyon büszke rájuk. Hát többükről részletesen is beszéltünk, én most csak arra koncentráltam, hogy a matematikusok neve mindenképpen felkerüljenek a diára. És ha már egyszer arról beszéltünk, hogy fontos a logikus és a kritikus gondolkodás, akkor azt gondolom, hogy az a legszebb, hogyha Sherlock Holmes-szal zárom. De igazából ez nem az ő mondata lesz, hanem Mitch Cullen-nak a Mr. Holmes című könyvéből származó idézet, amit egyébként Sherlock Holmes szájáról hoztunk. Nem az ódon tanítások dogmáin átjutsz el a legmélyebb megértéshez, hanem a tudomány állandó fejlődése révén és az ablakodon túli természeti környezet tüzetes megfigyelése útján. Ahhoz, hogy igazán megértsd önmagad, tehát igazából megértsd a világot is, nem kell messzebbre nézned a környező természet bőségénél, a virágos rétnél, a vadregényes erdőnél. Ha nem ez lesz az emberiség legfőbb célja, nem számíthatunk a valóságos felvilágosodás elmétetelére. Azt gondolom, hogy megszívlelendők ezek a mondatok, úgyhogy én egyetlen egy dolgot tudok nektek tanácsolni, merjetek gondolkodni, és merjetek gyógycsepelni. Köszönöm a figyelmet! Arról, akinek van kedve, az vigyen egy ilyen leves kincstartót.
emlékezzen erre az időszakra. Hát az lett volna az ideális, hogyha a szerepelne rajta a Szapere Audé felirat, az sajnos nem sikerült elintézni, de az alkoholos fész, aki rá akarja írni, ráírhatja.